Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket a programozó péntek első részében. Bármire kikerül YouTube-ra, addigra lehet, hogy már szombat lesz, de hát egy vérbeli programozó számára a nap úgyis hajnali 3-kor ér véget. Ebben az első részben igazából nagyon mélyen még nem megyünk bele a dolgokba. Áttekintjük, hogy mi is az a programozás, hogy történik a programozás folyamata, és mikre lesz szükségünk hozzá. A programozás nem más, mint a számítógép vezérlése előre összeállított utasításokkal. Ezt az előre összeállított utasítássorozatot pedig programnak hívjuk. A programozás kezdetben úgynevezett gépi kódban történt. A számítógép processzora ugyanis csak gépi kódban ért. A gépi kód számkódok sorozata. Minden utasításnak egy szám felel meg, ami közvetlenül vezérli a processzort. Előnye, hogy megfelelő szakértelemmel nagyon kicsi és nagyon gyors programokat lehet előállítani, gyakorlatilag minden egyes byte-tal el tud számolni a programozó. Ha jól írta meg a programot. Hátránya, hogy gépi kódban nagyon nehéz fejleszteni. Nem elég, hogy programozni nagyon jól kell tudni hozzá, ismerni kell nagyon magas szinten a számítógép, illetve azon belül is leginkább a processzornak a működését, processzorutasítások, regiszterek, stb. És ha ezekből össze sikerül egy programot állítani, azt utána manuálisan minden egyes utasítást ki kell keresgetni egy táblázatból, vagy ha tudja az ember fejből a kódokat, akkor fejből, és azt a kódot kell beadagolni a gépnek. Na most egy ilyen gépi kódú program az lehet, hogy adott esetben nagyon gyors, nagyon kicsi, de ha egyszer hozzá kell nyúlni, az valami pokoli meló. Ezen hátrányok miatt jöttek létre idővel az úgynevezett programozási nyelvek. A különböző programozási nyelveknek a lényege, hogy számkódok helyett többé-kevésbé értelmes, megjegyezhető, könnyen értelmezhető utasításokkal irányítjuk a számítógépet. A számítógép természetesen a különböző programozási nyelveken megírt programokat nem tudja értelmezni, ezért azt előtte át kell alakítani gépi kóddá. Az adott programnyelven megírt programszöveget forráskódnak hívjuk. Ennek a gépi kóddá alakítása két módon történhet, fordítással, illetve értelmezéssel. Az értelmező azt csinálja, hogy a forráskódot sorról sorra beolvassa, és mindig az adott sort alakítja át gépi kóddá és adagolja be a processzornak. Ennek hátránya, hogy a futása lassú, hiszen az értelmezőnek minden egyes sor után be kell olvasni a következő sort, ott futásidőbe átalakítani gépi kóddá, és utána tudja csak a processzor számára értelmezhető formátumban odaadni. Túl azon, hogy ez lassú, további hátránya, hogy szükség van hozzá az értelmezőre magára. Tehát csak azon a rendszeren futtatható, ahol az adott programozási nyelvnek az értelmezője megtalálható. Továbbá futáshoz a forráskódot át kell adni annak, aki futtatni akarja a programot, ami néha bizony eléggé kellemetlen tud lenni. Ugye, ha mondjuk egy piaci programot fejlesztünk, ott azért a forráskódot nem igazán célszerű a ügyfélnek kiadni. Előnye viszont a értelmezőknek, hogy valamivel könnyebben és gyorsabban lehet hibákat keresni, mint egy fordító esetén, bár ez manapság már egyre kevésbé igaz. Régen, amikor még egy programnak a fordítása akár több 10 percet is igénybe vett, akkor ez igaz volt, de manapság ez már nem. A gépi kód alakítás másik lehetséges formája a fordítás. A fordító program beolvassa az egész forráskódot, és azt gépi kóddá alakítja. Ennek hátránya, hogy ez a fordítás, ez néha elég sok időt igénybe tud venni, bár manapság, ahogy az előbb is mondtam, ez már annyira nem kritikus dolog. Viszont van jó néhány előnye. Egyrészt a forráskódot nem kell kiadni, a futtatható gépi kódú állományt visszafejteni forráskódra szinte lehetetlen, és az így keletkezett futtatható állomány pedig nagyon gyors lesz. Az első programozási nyelv az assembly. Ez még nagyon hasonlít a gépi kódra. Itt is ismernünk kell a processzornak a pontos működését, viszont a gépi kódtól eltérően itt nem számkódokat kell írnunk,
hanem az utasításoknak az általában három betűből álló rövidítését. Az assemblyvel készült program ugyanúgy kicsi és gyors tud lenni, mint a gépi kódú, viszont kicsivel jobban karbantartható és áttekinthető. Ezek után megjelentek az úgynevezett magas szintű programozási nyelvek, ebből számunkra az első fontosabb a Basic. A Basic-et tanuló nyelvnek szánták, ennek megfelelően egyszerű és könnyen tanulható. Hátránya, hogy a kényelmi funkciói, amik kezdetben megkönnyíthetik a programozást tanuló embernek a dolgát, egy összetettebb programnál már hátráltathatják a fejlesztést, továbbá általában a Basic nyelven megírt programoknak a sebessége jócskán alul marad a többi nyelven megírt programhoz képest. Bár a Basic nyelvnek az újabb változatai már egészen versenyképesnek minősülnek. Érdekesség, hogy a 80-as években gyártott számítógépek legtöbbje beépítetten tartalmazott egy Basic értelmezőt, így más eszközre nem is volt szükség ahhoz, hogy az ember programozni kezdjen. A Pascal. Ezt is tanuló nyelvnek szánták, de annál jóval többre vitte. Egyrészt igaz rá, hogy tanuló nyelvnek tökéletes, mert kellően könnyű ahhoz, hogy az embernek ne vegye el a kedvét a tanulástól, viszont kellően szigorú is ahhoz, hogy az ember megtanulja a pontos, precíz, szabályos programozást. Habár mostanában divat lett szidni a Pascalt, szerintem ez az egyik legmegfelelőbb programozási nyelv a programozás tanulásához. Persze ízlések és pofonok, de tanulásnál mindenképp célszerű valamilyen könnyű nyelvvel kezdeni. Szokták ellene felhozni, hogy ez nem túl piacképes. Na most, egyrészt ez nem igaz, tehát be lehet írni a keresőbe, hogy Delphi programozó állás, a Delphi az egy Pascal alapú fejlesztőeszköz. Azért mindig lehet találni egy-két ilyen állást, tehát való igaz, hogy C alapú nyelvekre nagyobb a kereslet, de azért egy Delphi programozó se fog éhen halni. Másrészt a piacképesség tanulás során nem a legfontosabb ismérv. Ugyanis ha az ember már egyszer megtanult programozni, utána egy új, tegyük fel piacképesebb programozási nyelvnek az elsajátítása már viszonylag kis erőfeszítést igényel. Viszont ha egy olyan nyelven kezd valaki tanulni, ami nehéz, az könnyen elveheti a kedvét az egész tanulási folyamattól. Egyébként pedig egy példa, a Total Commandert is Pascalban, illetve pontosabban Delphiben fejlesztik. A C alapú nyelvek C, C++, C Sharp, Perl, PHP, Java, meg még egy tucat. Hát kétségtelenül korunk legmeghatározóbb nyelvei, viszont legtöbbjük az tanulásra nem a legideálisabb. Nem azt mondom, hogy ne lehetne velük is megtanulni programozni, de ahogy mondtam, célszerű olyan nyelvet választani, ami nem vonja el a figyelmet a programozás folyamatáról. Én a Pascal nyelvet választottam, abba fogunk itt leginkább programozni, persze később más nyelvekkel is meg fogunk ismerkedni, főleg amikor majd terveim szerint ennek a programozó pénteknek egy retrósabb irányát is sikerül ezzel párhuzamosan beindítanom, de a fő vonulat az mindenképp a Pascal lesz. Mi kell a programozáshoz? Mindenképp szükség lesz itt számítógépre. Persze egy régebbi is megfelel. Igazából egy Pascal fordítót már egy 386-os is el tud futtatni. A Free Pascalhoz is bőven elég egy Pentium 1-es, szóval attól nem kell félni, hogy a gépünk ne lenne megfelelő a fejlesztőeszköz futtatására. Szükséges hozzá ezen kívül rengeteg türelem és szorgalom. Anélkül semmire nem megy az ember. A programozás tanulása egy nagyon lassú és hosszadalmas folyamat. Tehát ha valaki itt abban bízna, hogy a nulláról indulva fél év alatt GTA 6-ot fog írni, akkor neki azt javaslom, hogy inkább keressen valami könnyebb elfoglaltságot, mert az biztos, hogy fél éven belül, de még egy éven belül se kerül olyan szintre. Persze függ minden attól, hogy ki mennyit gyakorol, meg mennyire tud ráérezni, de általában van, hogy évek telnek el, mire az ember az első komolyabb programjáig eljut. Ehhez pedig azért rengeteg türelem kell, na meg persze az, hogy az ember élvezze, amit csinál. Sokan attól szoktak félni, az él a köztudatban, hogy a programozáshoz nagyon magas szintű matematika kell.
Na most ez legalábbis egy adott szintig egyáltalán nem igaz. Kell hozzá logika, józan gondolkodás, kell hozzá az a képesség, hogy az ember átlássa a dolgokat, hogy egy adott folyamatot részekre tudjon bontani, de igazából a klasszikus értelembe vett matek nem fog kelleni hozzá, csak nagyon kis mennyiségben. Egyelőre ennyi az első programozó pénteknek az anyaga. Ahogy mondtam, ez csak egy laza bevezetés, ráhangolás volt. A leírásban megadom, hogy hol lehet letölteni a FreePascalt, amit majd használni fogunk, és jövő héten már tényleg elkezdünk programozni. További jó hétvégét, sziasztok!